először is gratulálok a Vasasnak, hogy megérdemelten nyertek nyilván, ez nem is kétséges. De mi azért egy elég gyenge lábakon álló kis csapat vagyunk itt felnőttben, és most elvesztettük az egyik, az első számban is egy, szinte egyetlen centerünket, tehát két serdülő 2002-es születési centerrel játszottunk, akik egyébként nagyon ügyesek voltak és lőttek 3 gólt. Csak ez valamilyen szinten úgy megzavarta a csapatot, elsősorban támadó játékra, tehát azt mondom, hogy tulajdonképpen védekezéssel nyilván kaptunk néhány levente gólt, de azzal tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy 10 kapott góla nem lehetek elégedetlen. A probléma az a támadással volt, tehát hogy ott voltunk borzasztóan passzívak, és így hát a játékunkra azt mondom, hogy aranyos volt. Először is gratulálok a Vasasnak, mert esélyeshez miért van, álltak oda ez a párharchoz, begyűjtötték a számukra kötelező 3 pontot. Azt gondolom, hogy a játék minden elmében sajnos fölmúltak minket, és nem igazán tudtuk megcsinálni azokat a dolgokat, amiket Jani bácsi kért tőlünk, és úgy gondolom, hogy ezen múlt a mérkőzés. Gratulálok mindkét csapatnak. Azt gondolom, hogy ez a mérkőzés a védekezésünkön múlt, meg azon, hogy úgy álltunk hozzá, mint egy rangadóhoz. Ebben nagyon elégedett vagyok, főleg az elején mutatott játékkal. Kristóf nagyszerű teljesítmény és hozzásegített minket a győzelemhez. Azt gondolom, ez a kettő összefügg, hogyha jó a védekezés, akkor egy jó kapus teljesítmény is párosult hozzá. Igen, én is gratulálok mindkét csapatnak. Szerencsére sikerült azt megcsinálnunk, amit a Máté kért tőlünk, és amit előre elterveztünk. Már a meccs elején el tudtunk lépni a KSI-től, és ez a különbség megvolt szerencsére a meccs végéig is. Szerencsére simán behoztuk ezt a meccset.